Magyar Formatervezési Díj a magyar design egyik legnagyobb múltú és talán legtekintélyesebb intézménye. Idén 31. alkalommal került sor ezeknek a díjaknak az átadására, és azt gondolom, hogy ez minden évben alkalmat ad arra, hogy egy kicsit körülnézzünk, hogy hogy is állunk részben a világban, részben itthon. Most 11 díj került átadásra, de a kiállításon lehet látni még vagy 40 olyan pályamunkát, amit a zsűri erre érdemesnek ítélt, tehát lényegében az anyag java itt azért megtekinthető. Beküldött pályamunkák száma az körülbelül követi az elmúlt évi gyakorlatot. Mondjuk megvalósult mű, tehát termék vagy vizuális kommunikáció kategóriába beérkezett pályamunka, aminek kritériuma, hogy már a piacon elérhető termék legyen, az körülbelül a beküldött anyagnak az egyharmada. Kétharmada az terv, illetve diákmunka kategóriába érkezett. Lényegében három nagyobb olyan csoport van, amit dominál. Úgy tűnik, hogy a legaktívabb és az innováció terén legkreatívabb társaság változatlanul azért a tervezők és a tervezők által vezetett kisvállalkozások, stúdiók. Van néhány olyan kis és közepes méretű magyar vállalkozás, amelyik pályázott és sikerrel. Van néhány nagyon látványos eredménye, multinacionális cégek és a Magyar Iparművészeti Egyetem, pontosabban a MOL Nagy Művészeti Egyetem együttműködésének. Ez megint egy biztató dolog, mert arra val, hogyha ugyan a piacra kerülő termékek vonatkozásában még élesben magyar formatervezőket nem is használnak ezek a cégek, de ugye ez a barátkozás, ami a képzés és a gyártók között létrejött, az azért a jövőre nézve nagyon biztató. Ez a Velux egyébként díjazott terméke, amelyik egy világszerte ismert cég és egy világszerte ismert sztár designer Ross Lovegrove-val közös munkáját benevezte a Magyar Formatervezési Díj pályázatára, ami akár onnan nézzük, mégiscsak azt sejteti, hogy ez a díj szép lassan a nemzetközi porondon megjelent, és úgy látszik vonzó márkának bizonyult. Ez egy érdemleges pályázat, érdemes megmérettetni magukat, érdemes ringbe szállni a díjért, és legfőképpen érdemes képzett tervezőkkel együttműködni.